Ebben van a fúvóka, amit a kémény talpára csatlakoztatunk. A jégkármérséklőrendszer működését mutatta be korábban stábunknak Hustyi Gábor, a bátaszégi generátor működtetője. A férfi 4 éve kezeli a védelmi rendszert. Úgy nyilatkozott, sok elfoglaltsággal jár, szinte mindig készenlétben kell állnia, de nyugdíjasként örül a tennivalónak. Az első évben ott sűrűbben volt, ott volt olyan nap, hogy 2-szer is el kellett indítani a délelőtti órákba, meg 1-szer este is. És ez az égés termék, ez megy fel a lépkörbe. Hazánk agrárgazdaságát jelentős mértékben befolyásolják a természeti jelenségek, köztük a jégeső is, ami több millió forintos kárt tud okozni egy-egy gazdának a termésében. Európában egyedül Magyarországon van országos lefedettségű jégkármérséklőrendszer, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épített ki, és 2018. május 1-e óta üzemelteti is azt. Hazánkban 986 generátor működik, ebből Tolna megyében 37 van elhelyezve egymástól 10 kilométeres távolságban. 2021-ben a jégkár az összes mezőgazdasági ágazatban érintett lehetséges kárbejelentések közül mindössze 1%-át adta. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, preventív módon történik a védelem. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a jelzése alapján a generátorkezelők bekapcsolják a generátorokat, amelyek acettonos ezüstjoditot égetnek el. Ez az ezüstjodit részecskék feljutnak a viharfelhőknek az alsóbb rétegeibe, és itt kicsapódási pontokat képeznek. Ezekre a kicsapódási pontokra ülnek azután rá a jégkristályok, és így nem néhány nagy jégszemcse, hanem rengeteg kis jégszemcse keletkezik. Hozzátette azt is, hogy az acetonos ezüstjodid ártalmatlan a környezetre. A rendszer nem csak a mezőgazdasági területeket védi, hanem a lakossági ingóságokat és ingatlanokat is. Az idei védekezési időszak április 15-től szeptember 30-ig tart.